Sziasztok, Robin vagyok, és most játszunk egy kis House Flippert, méghozzá az elátkozott házat. Horrorháznak is nevezik mások. Úgyhogy lássunk is neki, hogy kifestettük a nagyszobát. Piros, fekete, piros, fekete, piros, feketével. Most egy hálószobát fogunk. Na nézzük csak. Ez lesz az. Úgyhogy nézzük, milyen különleges dolgokkal fogunk találkozni. Furcsa dolgokkal, ugyebár. Hoho. Éjszaka van. Na, akkor menjünk be. Hoppá. Ó! Haha, szia, törpicsek! Hát elmozdultál végre. Jól nézel ki. Na, nézzük. Aha, látjátok? Már azért úgy szépen berendeztem még azért ülőgarnitúrát, meg mindent. Most azon gondolkozok, hogy mindjárt fölmegyünk a hálószobába, hogy majd csak. Ja, még váltanom kell nézetet. Na most már jó lesz. Meg is nézem, hogy vagyok. Hogyha egy kicsit állítanom kell a képnagyságán. Egy pillanat. Így jó lesz. Így. És tökéletes. Jó, egy kicsit állítanom kellett az OBS-en, de most már jó lesz. Na nézzük! Padló, milyen padlólapok vannak? Csak úgy nézem, hogy nincs olyan színű, amilyen kell. Ez sötét. Ez túl sötét. Szőnyegek. Na mindegy. Menjünk akkor. Na. Menjünk föl. Izgi lesz. Hohoho. Menjünk a hálószobába. Meg kinyílt magától. Ez lesz a hálószoba. Itt fogunk most festegetni. Mi? Azt a mindenit, láttátok? Láttátok? Ohoho. Hát, hátborzongató, végigfutott rajtam a verejték, meg minden. A hideg rázott ki, akkor így is lehetne mondani. Na jó, oké. Akkor reméljük, hogy ez a szellem, ez nem megy el, de hogy eltűnt? Az igen. Na, akkor nézzük. Ja, hogy ez üres lett? De hát tele van még itt a... Aha, ez elég furcsa. Ugye ez a videó második része, ugye, ahol itt az elátkozott házat festjük éppen. Rémisztő dolgokkal találkozhatunk még szerintem. Már találkoztunk egy vihorászót, kerti törppel, és most így egy pókmászásban hátra hőkölő, nem tudom kire. Hölgy.
Ja, hogy végigkaparázták a falat, és glettelnem kell, én szerintem. Vagy gipszelnem, úgy értve. Lehet így is, úgy is mondani. Jaj, nem, elrontottam, mindegy. Na igen. Jó, akkor nézzük egy kis feketét, majd mindjárt veszek gipszet. Csak ezt a hálószobát megcsináljuk, és utána lemegyünk a pincébe. Ez jó lesz. Itt lehet, hogy sötétebbre teszem a ágyat, meg minden mást. Hogy egy kicsit még ijesztőbb legyen. Mindenhol ez a szín árnyalat változat lesz. Ja, kifogytam. Tűha, kifogytam ezekből. Hát akkor ezeket el kell adni. Menjünk. Valami nagyon csobog itt. Volt valami árnyék. Jó, jó, jó. Na jó. Egy. Te meg ne vigyázz, orrász. Itt még lehetnek furcsa, érdekes dolgok. Remélem nem jön vissza az a illető, amelyik pókjárásba így visszament. Még a falnál van egy olyan, hogy gipsz, és ezt kell gipszelgetnünk, úgyni. F. Úgyni. Ezt is. Azt is, és még ezt az egyet, és állítólag ez így megvan. Gyorsan ide kirakom, és akkor fessük. Na, folytassuk. És eladunk itt mindent, ugye? Hú, de átborzongató ez a hely. És azért jobb így lámpával. Jó. Most jön a fekete. Na, szépen. Megcsináljuk. Úgyni. Ez az, ott van, és az. Ja, még itt is vannak. Hoppá, ajj, az nem az volt. Na nézzük. Mert elfelejtettem, hogy itt pirosnak kell, hogy legyen. Jó, ez így megvan. Most jön az ablak rész, ugye. Ezt azért csukjuk be. Na nézzük. Inkább ide, ezt oda, ezt így, igen, és ott majd más lesz ott, így,
Várj csak, itt hogy volt? Aha. Jó. Akkor nézzük. Igen. Ezt így. Majd pirossal fogjuk, de itt. Jó, ez megvan. Úgy. Ott pedig pirossal kell megcsinálnom. Úgy. Jó. És ott, itt is. Aha. Jó. Na, ez meg is van. És akkor ezeket így mind eladjuk. És helyette más valami hátborzongatót rakunk. Na nézzük csak meg. Bútorok. Először ágyat nézünk. Itt egy személyes volt. Ez, ugye? Ez legyen a gyerekszobás. Ne legyen dupla, hanem. Bár ez jó lehet. Ez kemény lesz. Ez jó, ez olyan hátborzongatós, olyan sötétes. Sajnos nem tudjuk feketére, mert nézzétek, ez nagyon gyenge. De akkor ez miért ilyen? Nincs. Hát, ez lesz. Ez jó lesz így. A régi módi. Ágy az megvan. Na most nézzük meg a szekrényeket. Szekrények. Szekrény. Legyen valami hátborzongatós. Íróasztal, egy ilyet, de jó sötétet. Hú, nem, ez jó lesz így. Ho-ho, itt vasz. Ez az. Aha. Ő kell egy éjjeli szekrény, ugye? Éjjeli szekrény.
vagy nem látok, vagy vaksi vagyok. Ez jó. Micsoda rejtélyes éjjeli szekrény, meg ez a sötét bútor. Ez nagyon jó, bár kár, hogy nem tudjuk lefesteni ezt, meg ezt feketén, vagy egyáltalán a lámpát, na mindegy. Székek. Nézzünk valami ilyesmit. Ez nagyon jó. De ez... Na nézzük csak. Nem ezt akartam. Ezt akartam. Ez jó. Csak van benne egy kis fekete. Na mindegy. Jó lesz ez. Lámpa, 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 lámpa. Háló lámpa. Íróasztali lámpa. De jó. Sőt, szerintem ezt nem ide kellene tenni, hanem ide. Jól mondom? Hoho! Jó, megvan. Ide nem lesz most számítógép, mert kellene egy jó kis lámpa. Nézzünk valami félelmeteset. Na nézzük, mennyezeti lámpa. Közben kinyílt valami. Kire? Legyen egy ilyen. És akkor fekete szín. És fehér az. Az jó. Nézzük csak meg. Kinyílt az ajtó. Na, menjünk innen. Nagyon félelmetes. Na, hát akkor... Menjünk. Hallok valami furcsa hangokat. Menjünk arra. Először szerintem nézzünk körül, nehogy megijedjetek. Nem ment át a szobába? Eltűnt. De szerintem most ezt tegyük félre. Azért tegyük ide. Ez lesz majd a következő videóban festés. Most elsőként menjünk le a pincébe. Az ám a Muri. Na. És itt. Nézzük csak meg. Mi van itt? Aha. Valahogy... csak úgy rász ki a hidegint, úgyhogy majd ezt így összetérünk.
Most menjünk le. Kulcs. Hello, szobor. Mi? Eltűnt? Eltűnt! Figyeljétek! Ha! Hú! Ha! 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 Jaj, anyám! Nézzük meg! Eltűnik? Nem tudom megfogni! Most meg tudom fogni. És most direkt ide csavarintom. Sőt, figyeljetek ide. Nem tudom, nem tudom. Tudjátok mit? Csináljuk azt, hogy ide rakom. Tudj se lát minket! Nézzük csak meg, hogy mik vannak itt. Menjünk csak vissza. Most menjünk le! Most lemegyünk a pincébe. Rendítsek? Ahhoz legalább kettő ilyen kell, tuti. Húha! Micsoda? Hé, ki mondta, hogy mozdulj meg? Vannak érdekes dolgok. Ugye? Belement a festékbe. Hé, ne présed már oda. Jézus. Már megint megfordult. Ér rám, néz. Figyelj. Figyelitek? Ne szórakozzatok már. Jaj! Azt a mindenit! Hé, azt hiszem, jó lesz itt lemenni. Te meg ne nézz engem! Nézd a falat, vagy a szekrényt. Na, vigyük le! Szerintem feketét. Basszus! Ezek a hangok! Ajaj! Ez aztán elég érdekes lesz így festeni. Hellóztok! Remélem, nektek is kirázza a hideg. Anyám! Te tojás! Ez azért durva, mi? Próbáljatok festeni. Ez olyan, mintha másnapos lennék. Mi a szősz? Megállt a kép. De ronda vagy.
Azért így festeni, és közben bármikor mögét kerülhet valami, vagy valaki. Nem lehet tudni. De ez... Itt nagyon hátborzongató ez a rész. Ezt úgy gondoltam, hogy ezt így kifestem. Ezt nem tudom kifesteni, csak innentől. Aha. Jó. Értem a jelzést. Igen. Azt a mindenit. Bármikor előbújhat valami. Vagy valaki? Nem lehet tudni. Ajjaj. És mi ez a csobogás, vagy csepegés? Most ugye... itt... folytassam? Nem tudom. Valami nincs rendben. Ugye milyen érdekes ez a festési mód? Egy elátkozott házban. Hűha. Néha figyeltétek, hogy néha a téglák így mozogtak maguktól. Itt van valami. Hello. Húha. Ez aztán itt dolgozni. Majd összetojglizom magamat. De tényleg. Hűha. Kár, hogy nem tudom kifesteni. Ugye az a gond, hogy magát a lépcsőt azt nem lehet. Térbeli fazonja ennek a falnak, de rajtam ez nem fog ki. Aha. Majd utána jön a piros. Ott valami van.
Igen. Így van. Jaj, ezek a vibrálások. Jó. Na már, nem látok semmit. Jó, oké. Most jön az úgynevezett piros szín. Jó. Haha. Még mindig háttal vagy, mi? Haha. Most aztán nem fog. Na, most jön a piros szín. Húha. Jó kis vöröses. Ez a kép, ez érdekes lesz. Szerintem ez így sokkal jobb. És ott, ahol ugye van a... Valaki azt kényszerítette tőlem, hogy nézzek le, de nagyon mélyen a földbe. Ez jó kis vérvörös. Ez az. Aha, kifogytam festékből. De viszont, de jól néz ki, oda nézzetek! De rossz a szemnek. Ez király. Ez a pince egy kicsit hátborzongató, pláne az a csöpögés, meg minden, vagy valami szikra. Vagy nem is tudom, hogy itt mi lehet, itt... Furcsa dolgok vannak itt, történnek. Olyan, mint egy ilyen elvarázsolt kastély egyik szobájába. Csak ezt... Majd valamit kezdek azzal. Oda teszik egy szekrényt, vagy nem tudom. De a törpe az elég érdekes. Ha nem látátok, nyugodtan visszatekerhettek. Itt majd mindent megláttok, mit csinált. Para. Kár, hogy a plafon nem lehet csíkozásosra tenni, szerintem az király lenne. Vagy legalábbis feketére. Azt adnám egyébként. Így meg. Jaj! Belefestettem a feketébe. Na most mi lesz?
mert azt elintézem, hogy... Ja, ki is fogytam mi? Persze. Gyorsan akkor... Jó. Na, akkor nézzük csak meg. Jó, wow, de menő ház. Éha, most fönt fogok dolgozni. Elég érdekes. Tisztára elszédülök ebben a érdekes stílusú pincében, ahogy így meg van csinálva ez a fal. És ugye a szemet eléggé rontja. Ja, itt még nem fejeztem be. Jó. Jó, oké, akkor nézzük csak ezt még. Hogyni. Igen, ide egyet. Oda egyet. Ide. Azt mondja, hogy legyen itt. Most jön a fekete. Na, nem látok semmit. Sötét lett minden. Fújni. Jó. És ott az úgy megvan. Jó, szerintem menjünk innen el! Húha! Jó, jó helyen vagyok. Hoppá! Gyorsan! Menjünk el! Az előbb még ott volt. Na mindegy. Lehet, hogyha ezt megfogom. Nem tudom visszarakni. Nem már. Hello! Én át akarok menni, az előbb még nyitva volt a kapu. Ahó! Be akarom nyomni a festéket. Festeni szeretnék. Haha, megvan! Ó, basszus kulcs, de megijedtem, mi volt ez? Aj, anyám! Lipa bőrös vagyok, gyerekek! Fessünk újra. Már lehet, hogy alig van ebbe festék. Ó, anyám. Azt a mindenit. Hát majd betoltam. Szó szerint. Oha! Aha! Közelebb mentem, és majdnem beszívott a kép. És volt fal, nincs fal.
feső. Most mindjárt itt lesz a fal, aha. Most legalább megjelöltük, hogy hol fog kinyílni. Na menjünk csak erre, így. Ez a kép nyitja ki a kaput, vagyis hogy a kaput, a falat. Húha. Aha. Hello. Nem megyek még át. Aha, király. Fú. Halljátok. Ez nagyon gáz így. Aha. Hoppá. Na igen. Ez úgy van, hogy... Kérnék szépen egy ajtónyitást. Ahó! Hó! Te kép! Háááá, megvan! És most kérnék szépen egy kinyitást. Oké, köszi. Na. Trükkös egy ajtó, nem gondoljátok? Jó, ez így megvan. Valami trappolást hallottam. Hogy én vagyok senki? Az előbb még nyitva volt, most megint csukva van. Jó, oké. Megértettem. Kiráz a hideg. Jaj! Betojás. Tojás, tojás, betojás. Mit nézel te ki? Szív föl a begyedből. Nincs? Pont kifogyott. Ajj. Ebben még persze van. De akkor hogy megyek vissza? Haha. Fekete kell. Kell egy fekete. Köszi. Már megint eltűnt a... Húha! Haha, megvagy! Ajjaj! Na, hol is tartottunk? Aha, itt! Már kezdek verejtékezni, biztos, hogy a nagy izgalomtól, vagy a félelemtől, már nem tudom. De
De már... még jó, hogy van piros. Mindegy, elrontottam egyet. De mindjárt kijavítom. Kérnék szépen egy pirost. Jó. Most tökéletes lesz. Hopp. És szeretnék kimenni. Szeretnék nagyon kimenni. És lát... Majdnem, ez mentés volt, gondolom. Na, hát legalább tudjuk, hogy... Hú. Na jó, csukjuk be. Ennyi elég volt a pincében, majd valamikor találkozunk. Nézd már oda! 90 fokot mozgott a törpe. Szerintem ezt így ide rakom. Mit szóltok hozzá? Így. Ha-ha-ha-ha. Hú, hát sok mindent csináltunk, de nem eleget. Most ugye itt van ez a kis törpe. Menjünk föl! Nem nyílik az ajtó. A fenébe is. Bezártak minket. Nem nyílik az ajtó! Ajjajajajajajaj. Ó, na akkor menjünk föl. Ez meg kinyílt. Jó. De miért nem tudunk oda bemenni? Ajjajaj. Aha, ez tök jó. Még ezt nézzük meg. Aha, jó, oké. Akkor, hát, lássunk neki. Még ezt a kis szobát, ezt megcsináljuk. Pirossal persze, először azzal kezdjük. Így szerintem ezzel így. Igen. Úgyni. Jó. Azaz. Tökéletes lesz. Jaj! Valaki előttem elment, figyeltétek? Hú, anyám! Katyám, atyám, gatyám! Hamarosan pelenkát kell vennem. Nem tudom még milyen meglepetés lesz, de nem látok semmit. Íííí, egy párszor elrontottam. Na mindegy, akkor most így. Jó. Jó. Ezt is, úgy. Jó, ezt így. Hát nem tudom, hogy lenn mit fog csinálni, vagy művelni az a törpe, de már most elgondolkodtat, hogy na mi lesz. Igen. Ez így jó. Most így feketét próbálok így. Mindjárt befejezem. Ezt a szobát még így kifestem, de azért voltak érdekes dolgok így a festés közben, nem gondoljátok? Hoppá, elszúrtam. Itt is, jó, oké.
látok semmit. Na végre. Jó. Itt pedig... Itt lesz. Itt lesz. Ott. És pont kifogytam feketéből. De semmi gond. Jó. Na. Most az van, hogy pirosra váltunk. Akkor most az ablakok következnek. Szépen óvatosan. Nagy elhibázunk még, hogyha félünk is. Így. Aha. Kicsit. Úgyni. Jó, ez megvan. Itt... itt kell felvenni. Itt pedig... itt. És akkor... így. Hogy? Többit pedig feketére. Feketével fogom befesteni. Így. 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 Jó. Itt az ablaknál. Ez egy kisebb ablak. Ezt is így szépen. Na. Jó. Oké. Szerintem most így eladhatjuk. Hú, na, hát ez ilyen lett. Remélem jó ez. És nézzük meg, hogyha... Ajaj, mi a szősz? Hello. Menjünk le. Húha. Lámpa nélkül lemegyünk. Nem tudom kinyitni. Hello. Mik vannak itt? Menjünk vissza. Most már lámpával. Hello. Te nagyon ronda vagy. Úgyhogy szerintem forgassunk el téged, jó? Mert rossz rád nézni. Új, itt megcsináljuk a konyhát. Pipi. De miért nem nyílik? Bezár. De E betű ne zárja be. És ezzel ki tudom ütni?
Így se nyílik ki. Hűha. Na jó. Szerintem ennyi mára elég volt ebből a horrorházból, vagyis hogy az elátkozott házból. Remélem azért tetszett. Nézzük csak így meg, hogy mik vannak itt hátul. Itt egy koporsó. Jól ráírom. Az igen. Király. Micsoda? Kinyújtotta a nyelvét. Ez nem volt ilyen. Én legalábbis nem emlékszem, hogy nyelve lenne. Na jó. Jó. Most nincs nyelve. A fenébe mit szórakozik itt ez a... izé, mindjárt kidobom a kukába. Na jó, oké, akkor szerintem... De nem tudok vécére menni! Na mindegy. Na jó, menjünk innen. Mert tiszta a hátból zongató ez a ház, úgyhogy... húzzunk el innen. Becsuktam, de még egyszer becsukkodott. Ez furcsa. Na jó, oké. Ennyi elég volt ebből. Folytatni fogjuk a következő videóban, de ez... kirázott a hideg. Remélem titeket is. Na, most már egy kicsit le vagyok nyugodva. Tiszta feszült vagyok, feszültség. Megizzasztott. De remélem tetszett nektek így ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. És hamarosan folytatni fogjuk a horrorháznak a felújítását. Vannak benne érdekes dolgok és fura dolgok is, igen. Úgyhogy el is köszönök. Sziasztok!